iskolás gyerekek vagyunk az Ábrám Jánkó általános iskolából. A Székelykapunk Zöldkapunk című közép-európai verseny keretében saját épülésünkre és környezetünk örömére egy vándorkiállítást készítettünk, azzal a céllal, hogy környezetünkben a felnőttek és gyerekek vidámabbak, segítőkészebbek, szolidárisabbak legyenek. Vándorkiállításunk témájának az életfát választottuk, melynek hat tablóját itt lehet megtekinteni. A címtablón bemutatkozunk. Csapatunk hobbija a színjátszás. Itt azok a plakátok láthatók, melyek produkcióink bemutatói során készültek. Tékozló fiú, Eszter könyve, és a legutóbbi a Legyek ura, melyel többek között a PADIF harmadik díját is elhoztuk. A fa és a légkör minőségének kölcsönhatása. Az emberi élet minőségét alapvetően meghatározza a levegő tisztasága. A szennyező anyagok közvetlenül veszélyeztetik az emberi egészséget, károsítják a vegetációt, romboló hatást fejtenek ki épített környezetünkre. A levegő minőségét az ipari tevékenységből származó szennyezések határozzák meg, de a meteorológiai helyzettől függően időszakosan szerepe van a nagyobb távolságról érkező szennyezésnek is. Ültessünk sok fát, ligetet és erdőt a földön. Csapatunk és felültetés adta a fejét az iskola udvarán a tavalyi év folyamán. Mindenki szorgosan kivette részét a munkából, sőt, másokat is sikerült bevonni az akcióba. A versenyben részt nem vevő tanulók is bekapcsolódtak a facsemeté ültetésébe. Grigor Vitéz, a nyírfácska. Egy kicsi nyírfa szeretett volna szép, magas lenni. Nőtt, hát növekedett naponta. Egyszer egy őzlegelészet alatta, és a nyírfácska odasúgta a szélnek. Látod, már nagy vagyok. Látod, már nagy vagyok, még az őznek is hűvöst adhatok. Egy madár is odaszállt, ágacskáján kedvére ringhatott. És a nyírfácska odasúgta a szélnek. Látod, ágamon már őjvök pintyet ringatok. Párhő szállt arra, az eső elerett, és a nyírfácska nőtt, vagy csak fölpipiskedett. A fa és a globális felmelegedés. Globális felmelegedésnek a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését nevezzük, amelynek során emelkedik az óceánok és a felszín közeli levegő hőmérséklete. Földünk átlaghőmérséklete hirtelen ugrások, majd azokat követő lengések során emelkedett az utóbbi 150 évben, mintegy 0,6-0,8 Celsius fokértékkel. A felmelegedés legvalószínűbb oka az, hogy az emberi tevékenységek révén egyre több üvegházgáz, elsősorban szén-dioxid kerül a légkörbe. Ezek elnyerik a Földről kisugárzott hő egy részét, ami a légkör melegedését eredményezi. Másképp fogalmazva, a visszatartott hő következtében bolygónk termikus egyensúlya, beérkező energia egyenlő kisugárzott energia, már csak egyre magasabb hőmérsékleten tud létrejönni. A fa és a talajvíz kölcsönhatása. Tablónkon azt szerettük volna érzékeltetni, hogy milyen hatással van a savas eső az élő fára. Egy fának a kettéosztásával próbáltuk szemléltetni, hogy mit jelent a savas eső beszivárgása a talajvízbe, vagy a szennyezett talajvíz. Ez látható a fa jobb oldalán, míg a másik oldalán szemmel láthatóan virágzó része a fának azt érzékelteti, hogy egy egészséges talajvízzel táplált fához van szerencsénk. A fa és a biológiai sokszínűség kölcsönhatása. A biodiverzitás, más néven biológiai sokféleség, az élet megjelenési formáinak gazdagságát, sokféleségét jelenti, ami a sok milliárd éve zajló evolúció által formált természetes folyamatunk gyümölcse. A fák, cserjék nagyfokúan növelik a biológiai sokszínűséget, más néven biodiverzitást, azzal, hogy otthont adnak rengeteg madárfajnak, ízeltlábúnak,
s ami nem látható mikroorganizmusoknak, gombáknak, sőt más növényfajoknak is árnyékot biztosítanak lombozatukkal. Az élőfa ajándékai. Ember keze, Isten keze. Minden esetre ezek a gyümölcsök közel állnak hozzánk. Hazalátogatva nagyszüleinkhez, ezekkel mi is találkozhatunk a kertekben, udvarokon. Arra törekedtünk, hogy az élőfa azon ajándékait vigyük fel a tablóra, amelyek megteremnek környezetünkben. Körte, alma, cseresznye, barack, s ezért nem látható itt ananász, banán vagy mandarin. Kertész leszek, fát nevelek, kenőnappal én is kelek. La 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 la, la 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 la. Nem törődöm semmi mással, csak a beújtott virággal. La 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 la, la 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 la. Minden beújtott virágom, kedvesem lesz virágárom. La 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 la, la 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 la. Ha csalám lesz, az se bánom, igaz lesz majd a virágom. La 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 la, la 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 la. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág.